Hi, sziasztok, Tünde vagyok, és úgy gondolom, hogy nem volt nehéz kitalálni, hogy a mai videóban karácsonyi manót fogunk csinálni. Meg fogom mutatni lépésről lépésre, de előbb megmutatom a hozzávalókat, hogy mire lesz szükségetek. Kétféle manót fogunk készíteni, az egyik ez a nagyon egyszerű zokni manó, a másik pedig egy kicsit bonyolultabb, ez egy kicsit több kézügyesség, és egy kicsit több türelem kell, és egy kicsit több hozzávaló. Ha van kedvetek ilyen aranyos kis manócskát készíteni, akkor tartsatok velem ebben a videóban is. Amire szükségünk lesz ahhoz, hogy ezt a zokni manót elkészítsük, az nem más, természetesen egy zokni, egy kis zacskó, amiben rizst fogunk tölteni, ez fogja megadni a manónak a testét, ezt a manótestet. Szükségünk lesz még erre a pokróc anyagra, ami a manónak a haja, a szakálla, harisnyára, nylon harisnyára, amiből a manónak az orra készül, és töltő anyagra, így fog kinézni, amikor megcsináljuk a manónak az orrát, és töltő anyagra, ami szinte várni lehet, nekem van ilyen ipari vatám, de lényegében bármit használhattok, ezen kívül néhány gumira, tűcérna természetesen, és valamilyen anyag, attól függ, hogy milyen színű manót szeretnétek készíteni, illetve hogy milyen színű legyen a manónak a sapkája. Én úgy gondoltam, hogy most legyen egy kockás sapkájú manó. És ezeken kívül egy pohár vízre, ha megszomjaznánk, és némi jó kedvre. Miután beletöltöttük a rizst a zacskóba, két zacskóba, hogy ne kiszakadjon, csomót kötök, kinyomkodom a levegőt, megcsomózom, így és beletesszük azokba. Ez lesz a manónak a teste. Ezt is megcsomózzuk. Szépen csak visszahajtjuk. Így. Ilyen a manónak a teste, amikor elkészül. Ezután pedig megfogjuk ezt az anyagot, amit a szakállnak fogunk használni, és körülbelül rápróbáljuk, hogy is szeretnék, hogyha ez állna. Így, körbe, és levágjuk a megfelelő méretet. Tulajdonképpen semmi ördöngőség nincs benne, de legyünk bátrak, és aztán majd alakítjuk, ha nem épp úgy néz ki. Ne pánikoljon senki, aki nem tud varni, én se tudok, elárulom. Hogyha bármit meg kellett azelőtt varni, vagy egy gomb leszakad, hát konkrétan majdnem, hogy pánikrohamot kaptam, hogy nekem varnom kell, mert annyira nem tudok varni, mert biztos, hogy egy ilyen 13.727 csomó sikerült a cérnára már azelőtt csomóznom, hogy bármi is történt volna. Szóval ezt senkit ne tartson vissza, hogyha azt gondolja, hogy nem tud varni, mert én sem tudom. Így ráhelyezzük a manóra a szakállat. Fogunk egy tűt és egy cérnát, és egyszerűen csak néhány öltéssel oda erősítjük. Ugyanezt a bátrabba, vagy tapasztaltabba ragasztópisztolyjal is megcsinálhatják. Én megmondom őszintén, azért nem szeretem a ragasztópisztolyt használni ilyesmire, mert miután kiszárad a ragasztó, akkor könnyen leeshet. De viszont, hogyha néhány öltéssel odaerősítjük, csak így egyszerűen, akkor biztos, hogy itt fog maradni. Így, és még egyet, hogy biztos legyen. Megigazgatjuk. Közben én már elkészítettem a manó sapkájának az anyagot, kivágtam a körülbelül a megfelelő méretre, összehajtjuk ezt az oldalát, megvarjuk, vagy a másikat, teljesen mindegy, mert egyforma, és miután megvartuk, a manóra próbáljuk.
persze odafigyelve, hogy mind a két oldalát fogja. Most kifordítjuk. És kaptunk egy ilyet. Ezt az elejét le lehet vágni. Nem szoktam levágni, hanem visszahajtom, és akkor kidíszítem gombokkal, vagy szalagokkal, vagy mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy hogyan díszíti fel a manóját, hogy ide próbáljuk. Hát ez körülbelül jó lesz, és megcsináljuk a manónak az orrát. Harisnya, levágunk egy nem nagy darabot, körülbelül 10 centis darabot, kicsit megnyújtom. Töltőanyaggal egy kerek nózit formálunk a manóknak. Így. És egy gumival rögzítem. Ugyanígy egy másik gumival a manóra rábúzom. Így. Kész is van a manónak az oldal. Már alakulunk. Ugyanígy a sapkáját is kibéláljuk. Különösebb befektetést nem igényel, de ha tehetitek, akkor ez a legjobb töltőanyag, ez a szintetikus. Nos, kész van a sapka. Rápróbáljuk, egész jó lett, és most rávarrom. Jöhetnek a dekók is rögtön, ide hátra teszünk egy nagy fekete gombot. Amikor megvagyunk azzal, hogy körbevartuk a sapkáját, akkor itt az elejét kezdjük el kidíszíteni. Hogyha nem vágjuk le, de ezt le is vághatjuk, hogyha nem akartok vele sokat foglalkozni, akkor egyszerűen csak levágjátok, körbevarjátok, és már kész is van. De én szeretem egy kicsit kidíszíteni, úgyhogy ezt itt én felhajtottam. Ezt most ide fogom varni, és egy kicsit ki fogom a manót díszíteni. Amint látjátok, el is készült a karácsonyi manunk, ugye nem is volt túl nehéz. Elmondom még egyszer, hogy mit is használtunk hozzá. Egy zoknit, 2 zacskót, némi rizst, szakállának valamilyen anyagot, a sapkájának tetszőlegesen bármilyen anyagot, néhány gombot a díszítéshez, nylonharisnyát az orrához, tömőanyagot az orrának, néhány gombot a díszítéshez, persze tű, cérna, olló és egy kis fantázia, és már kész is van a karácsonyi manó. Ugye nem is volt nehéz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, kattintsatok, kommenteljetek, osszátok meg a videót, és boldog karácsonyt mindenkinek! Sziasztok!